vadásznak a gépjárművezetőkre, és most ugyanezeket a bevételeket akarják egy kicsit más köntösben, más hangszerelésben, más módszerrel realizálni a futballklubok és a szurkolók kárára is. Az pedig végképp minden határon túl megy, hogy ezt még megspékelik azzal, hogy különböző magáncégeknek is éves szinten több százmilliós biztos megrendeléseket adnak, és lassan eljutunk odáig, hogyha kicsit még csavarni akarunk ezen, hogy ennyire azt is benyújthatták volna, hogy csak az látogathat ki, mondjuk első osztályú magyar labdarúgó meccsre, aki előzetesen aláír önként a nyilatkozatot, mely szerint a saját titkosszolgálati megfigyeléséhez is hozzájárul. Nyilvánvaló most sarkítottam és túloztam, de akár ideig is eljuthatunk, mert úgy tűnik nekem itt az önök egyéves ténykedése kapcsán, hogy most körülbelül az 50-es évek végén járunk, de egy picikét várunk, akkor eljöhet meg akár az 50-es évek eleje is. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 perccel megadom a szót Horváth András Tibor képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Szóval én azzal nem értek egyet Szilágyi képviselőtársam, hogy kiveszi a törvény lényegét, az a javaslat, amit én tettem. Én úgy gondolom, hogy a törvény céljával mindenképpen egyetértek. Egyetértek azzal, hogy teremtsünk rendet a pályákon, tegyük barátságosabbá, tegyük tényleg olyanná a stadionokat, a labdarúgó stadionokat és az összes sportrendezvényt, ahol végre tényleg úgy, mint régebben családok, gyerekek hétvégén kilátogathatnak. Én azt szeretném javasolni, és amit tettem másodszor, javaslatot Bánki Erik elnök úr, hogyha figyelt, akkor egy olyan javaslatot tettem, ami egyszerűbbé tenni az adatkezelést, ami eloszlatná azokat a kételyeket, ami a gyanakvókba felmerülnek, hogy itt a megfigyelés és ugye a mindenféle egyéb, hiszen a törvényben benne van, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal is delegálhat egy megfigyelő szemét, Alkotmányvédelmi Hivatal, bocsánat, most már új nevén, delegálhat ebbe a megfigyelő szervezetbe egy embert. Tehát én azt gondolom, hogy a törvény céljával mi egyetértünk, azonban azt a módszert, ahogyan ezt megkívánják valósítani kormánypárti képviselőtársaim, azzal viszont egyelőre nem tudunk egyetérteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 6 perces időkeretben Szilágyi György képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tehát akkor folytatnám az előbb megszakadtat. Az 5-ös és a 11-es ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni. Ugye itt arról van szó, hogy lesz ez a minősítő bizottság. Kérdés egyébként, és tényleg, hogy mekkora teret fog róni a rendőrségnek a költsége elvileg az egyesületekre. De ebben a minősítő bizottságban azt nem tudom, hogy majd a mentőszolgálat, a katasztrófa védelem, vagy az igazságügyi tanácshivatala. Tehát ki lesz az, aki meg fogja mondjuk önöknek mondani, hogyha a Ferencváros Zalaegerszegre megy, akkor nem igazán kell rendőr. Mert az Ferencváros és a Zalaegerszeg szurkolók nagyon-nagyon jóban vannak egymással, soha semmilyen összetűzés, még csak verbális összetűzés sem történt közöttük az elmúlt 20 évben, vagy ugyanez igaz például az Újpest és Szombathely viszonylatában. Tehát ki lesz az, aki majd segít önöknek abban, hogy mondjuk egy Zalaegerszeg-Ferencváros mérkőzésen ne kelljen mondjuk a Zalaegerszegi klubnak több millió forintot kifizetni önök felé azért, mert a Ferencváros látogat hozzájuk, hiszen nem várható semmilyen kimondás. És különös rendbontás. Tehát azért ezeket én aggályosnak tartom, hogy ez hogy lesz, és miképpen lesz. Aztán ugye a 11-es ajánlási pontban, ugye itt azt olvasható, és hát ezt szeretnék kivenni Süffer András képviselő, hogy a normális, a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény térítés ellenében végzett biztosításához szükséges rendőri erő és eszközigényt, valamint annak ellenértékét a rendőrség és a szervező, a tervezett rendezői létszám, a sportlétesítmény biztonságtechnikai állapota, a sportrendezvény időtartama, valamint a szükséges rendőri létszám figyelembevételével határozzák meg. Ebben a pontban le van írva az a másik két nagyon lényeges célja ennek a törvénynek, ami meg fogja határozni, és ez is ugye bizonyos körökhöz köthető lesz majd, hogy kik fognak, nem tudom, hogy erre lehet, hogy államtitkár úr választ is tud nekem adni, hogy kik fognak jelentős bevételekre szert tenni ennek a törvénynek a hatására. Ugye
ez a két dolog, az egyik az a rendezői létszám, tehát ugye leírja a törvény azt, hogy a rendezőknek most majd, akik már mérkőzésekkel lesznek, nem lesz elég az, hogy legyen egy igazolványuk arról, hogy ők elvégeztek egy bármilyen tanfolyamot, hanem kell még egy úgynevezett speciális igazolvány, ami még most nincs meghatározva, nincs megnevezve, hogy csak ilyen speciális igazolvány és ilyen speciális képzés után végezhetnek majd teendőket a stadionokba. Ki fogja ezeket a képzéseket végezni? Mennyiért fogják végezni ezeket a képzéseket? Ki fogja kiállítani ezekről a tanúsítványokat? Tehát gondolom, már megvan azért az elképzelés, hogy ki lesz az a kör, aki ezeket a képzéseket csinálhatja. A másik pedig ugye, mert hogyha nem lesz meg, akkor nem tudnak rendezőket állítani, akkor meg a rendőrségnek fognak fizetni, tehát akkor itt ez az ördögi kör be fog zárulni. A másik ugye, hogy a sportrendezvényeknél a biztonságtechnikai állapot. Na most akkor lehet, úgy kellene ezt csinálni, hogy elkezdjük felújítani infrastruktúrálisan a sportcsarnokokat és a sportlétesítményeket. Mindjárt komfortosabb, mindjárt biztonságosabbak lennének ezek a sportlétesítmények. Majd amikor elkezdtük felújítani, hogy felépítettünk egy új stadion, akkor természetesen ezzel párhuzamosan beépítünk egy megfelelő biztonsági rendszert is. Mi nem ezt csináljuk, hanem egy előre meg nem határozott, minőségileg körül nem írt árban meg nem határozott biztonsági rendszereket fogunk beépíteni a mostani lezűlött infrastruktúrájú stadionokba. Majd, hogyha esetleg fölújítjuk, akkor majd megint lebontjuk őket. Hát ez gondolom valakinek egy biznisz, én ezt már elmondtam, hogy úgy néz ki a Fidesz kormánynál állandóan ez van, ez egy kicsit ilyen fóbia lehet, hiszen Dajs Tamás is megvásárolta a beléptető kapukat, és valahol ott porosodnak még mindig több milliárd forintért valamelyik raktárban. Tehát lezárva és összefoglalva, mi is maximálisan támogatnánk azt, hogy minél nagyobb rend legyen a stadionokban, minél nagyobb biztonság legyen a stadionokban. Az ilyen javaslatokat a Jobbik Magyarországért Mozgalom maximálisan támogatja, meggyőződésünk, hogy ez az előttünk fekvő törvényjavaslat nem a sport érdekeit szolgálja, ezért mi azt szeretnénk, hogyha önöknek tényleg az a fontos, hogy a sport érdekeit szolgálja, a kormány, és fontos a sport neki, akkor vonják vissza ezt a törvényjavaslatot, és nyújtsanak be egy olyat, amelyik valóban a sport érdekeit fogja szolgálni, és nem a rendőrség érdekeit, és nem a rendőrséghez köthető körök pénzügyi érdekeit fogja szolgálni, és nem azt fogja szolgálni, hogy fényképes adatbázisokat, fényképes listákat készítsenek, és elvileg az 1984-es orwelli álom bő túlszárnyalása legyen, hiszen ez már azon túlmegy, amilyen megfigyeléseket önök ebben az országban létesítenek, amilyen megfigyeléseket akarnak az állam, és amilyen diktatúrát akarnak kiépíteni. Teljes mértékben egy diktatúrát, egy ellenőrzött, az állampolgár minden egyes lépését, minden egyes lélegzetvételét ellenőrző diktatúrát építenek ki. Köszönöm szépen, arra kérem önöket, vonják vissza ezt a törvényt, ha tényleg a sport fontos önöknek. Köszönöm szépen. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Kontrát Károly államtitkár úgy jelzi, hogy most kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. Önni a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Én nagyon örülök annak, hogy erről a törvényjavaslatról ilyen élénk, jó hangulatú vita bontakozott ki a részletes vita során, és azt is mondhatom, hogy az általános vitában is több órás vita zajlott. És mindjárt a legelején szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársaimnak, akik támogatták, és azoknak a frakcióknak, akik támogatták és támogatják ennek a javaslatnak elfogadását. És szeretném azt is előjáróba elmondani és leszögezni, hogy ennek a törvényjavaslatnak egyetlen célja van. Ennek a törvényjavaslatnak az a célja, hogy a stadionok, sportpályák biztonságát az ott odalátogató állampolgárok, nézők, szurkolók, a sportolók biztonságát elősegítse. Ennek nincs más célja, mint amit a törvényjavaslat megfogalmazott, ezt leírt, itt nincsenek hátsó szándékok, és szeretném jó indulatúan föltételezni, jó hiszeműen föltételezni, hogy jobbikos képviselőtársaim hozzászólásait csak az motiválta, hogy nem értették meg ennek a törvényjavaslatnak a lényegét, hogy félreértették ezt a törvényjavaslatot, és azért tették meg ezeket a rettenetes víziókat felvázoló
orwelli és egyéb jelzőkkel értékelhető hozzászólásukat, és fogalmazták meg kételjeiket vagy félelmeiket. Szeretném önöket, tisztelt képviselőtársaim, megnyugodni, nyugodjanak meg. Ez a törvényjavaslat csak a rendbontókra, csak a jogsértőkre vonatkozik. Aki a törvényt, a jogot tiszteletbe tartja és követi, annak semmilyen félnivalója nincsen, és azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadását követően és a törvény hatályba lépését követően nagyobb biztonságban lehetnek azok, akik kilátogatnak a magyar pályákra, magyar stadionokba, hiszen csak a csapatoknak kell szurkolni, hiszen csak a mérkőzéseket, a sportversenyeket kell nézni. Nem kell attól félni, hogy esetleg valamiféle bántódásuk lehet. És még egy gondolatot engedjenek meg nekem, ami a rendőrséget illeti. Úgy gondolom, hogy teljesen megalapozatlan volt az a több két jobbikos képviselő által megfogalmazott vélemény, hogy ezeket a balhékat a rendőrség, zömében a rendőrség provokálta ki. Ezt ők is gondolták komolyan. Úgy gondolom, hogy ez teljesen megalapozatlan ez a kijelentés. Ami pedig itt a részletes vitában elhangzott néhány hozzászólást, érdemi hozzászólást érinti, többek kifogásolták, hogy a BTK-ban már jelenleg is van olyan szankciórendszer, ami a bizonyos bűncselekményeket szankcionál. Én korábban az általános vitában is elmondtam, a részletes vita legelső hozzászólásában is, amikor két percben vagy reagáltam, hogy ez egy új törvényi tényállás, amit ez a törvényjavaslat megfogalmaz. Valóban vannak olyan törvényi tényállások a büntetőtörvénykönyvben, amelyek lehetővé teszik ezeknek a jogsértő cselekményeknek a szankcionálását, de beláttuk, és mindenki látja, aki törvénytisztelő, hogy ezek nem voltak elegendőek. Hiszen azért kellett ezt a törvényjavaslatot benyújtani, mert ezek a szabályok nem biztosították a sportrendezvények rendjét, mert olyan személyek voltak, akik gyakorlatilag jelentős következmény nélkül megsérthették a rendet, megsérthették ezeknek a rendezvényeknek a biztonságát. Ennek a jogsértő állapotnak a megszüntetését segíti ez a törvényjavaslat, és vezet be egy olyan büntetőtörvénykönyvbeli tényállást, ami a korábban a jelenleg hatályos jogszabályok szerint csak szabálysértés volt. Ez a sportrendezvény rendjének a megbontása. Ez most alapesetben két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtató büntetőtörvénykönyvbeli tényállásként lesz meghatározva, ha a parlament elfogadja ezt a törvényjavaslatot, amit én ezúttal is kérek a tisztelt háztól. Engedjenek meg nekem további észrevételeket, amelyek elhangzottak egyrészt ma a részletes vitában, illetve kapcsolódnak a benyújtott 11 módosító indítványhoz. A kormány nem támogatta azokat a javaslatokat, amelyek nem voltak összeegyeztethetők törvényjavaslat célkitűzéseivel, így úgy, ahogy elmondtam, nem volt támogatható, hogy a rendbontások ne váljanak bűncselekményé, vagy az egyes adatkezelésre vonatkozó időtartamokat rövidítették volna meg. A kiemelt kockázatú mérkőzésekkel kapcsolatos álláspontot már korábban ismertettük. Úgy gondolom, hogy a benyújtott javaslat megfelelő megoldást talál ennek a problémakörnek a megoldására. Támogattuk viszont azokat a javaslatokat, amelyek a törvényjavaslat koncepciójába illeszkedő pontosítást, kiegészítést hajtanak végre. Ilyenek voltak a biztonsági referensek alkalmazási kötelezettségének labdarúgás sportágra szűkítése, vagy a közigazgatási bírság alkalmazási körének az öt látvány sportágra való szűkítése. Összefoglalva a tisztelt országgyűlés, azt mondhatom, hogy a törvényjavaslat elfogadás esetén döntő lépést teszünk a sportpályákon megjelenő huliganizmus jelenségének visszaszorítása érdekében, és ez a sportbiztonság növelését szolgálja, a sportbiztonság növelése pedig része a közbiztonság javításának. Én arra kérem ezért a tisztelt házat, hogy támogassa ezt a törvényjavaslatot, hiszen ezzel nagy lépést teszünk elő a sportbiztonság megvalósítása érdekében. És még egy tényre hadd hívjam föl a tisztelt ház és a nyilvánosság figyelmét. A Jobbik képviselői számos kritikát fogalmaztak meg, mind az általános vitában, mind a mai részletes vitában a törvényjavaslattal kapcsolatban, de egyetlen egy módosító indítványt sem tettek. Egyetlen...
egyetlen módosító indítványt sem nyújtottak be, pedig megtehették volna, hiszen ez része a parlamenti politizáció. Elnök úr, kérem, tegye lehetővé, hogy elmondjam a... Hallgatjuk, államtitkár úr. Persze azt szokták mondani, az igazság fáj, és ezért ilyen fájdalmasan reagálnak a jobbikos képviselőtársai. De egyébként valóban, ha fontos lett volna nekik a sportbiztonság, ha fontos lett volna az, hogy a magyar sportpályákon rend legyen, biztonság legyen, akkor megtehették volna, hogy törvényjavaslathoz módosító indítványokat nyújtottak volna be, de nem tették. És egyébként itt is elmondom, már korábban elmondtam a házba, hogy a Jobbik a közbiztonság érdekében több alkalommal megerősítő nyilatkozatot próbál tenni, de a jelentős törvényjavaslatot, mint a szabásértési törvény, amikor is a tulajdon elleni szabásértés elzárása lett büntethető, a BTK módosítás, a háromcsapás törvény bevezetés nem támogatták. Tehát a Jobbiknak ez az igazi arca. Csak beszélnek a rendről, a közbiztonságról, de amikor lehetőségük nyílna arra, hogy ezért, mint törvényalkotók tehetnének, hiszen önöket a szavazók azért szavazták be, önök szokták elmondani a parlamentbe ide a tisztelt ház falai közé, hogy képviseljék ezeket a programpontokat, amelyeket önök megfogalmaztak. Nos, önök ennek nem tesznek eleget. Önök becsapják a választóikat, önök nem akarnak rendet, önök nem akarnak közbiztonságot, önök nem akarnak sportbiztonságot. Nagyon sajnálom, de abba bízom, hogy a parlament többsége támogatni fogja, és ezzel ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásával jelentős lépést teszünk a sportbiztonság megvalósítása felé. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen, államtitkár úr! A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, a következő napirendi pont tárgyalás előtt átadom az ülés vezetését Balczó Zoltán alelnök úrnak. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól szóló törvényjavaslat részletes vitája. Rogán Antal és Román István Fidesz képviselők önálló indítványát TPER 3504-es számon, az együttes bizottsági ajánlás pedig TPER 3504/12-es számon kapták készhez. A javaslatok a csődeljárás és a felszámolási eljárás rendelkezéseit módosítják. A bizottsági ajánlás összesen 10 ajánláspontot tartalmaz. Ezek számára és a közöttük lévő összefüggésekre figyelemmel indítványozom, hogy az Országgyűlés egy szakaszban folytassa le a vitát. Kérdezem a tisztelt képviselőtársakat, egyetértenek-e ezzel, kézfelemeléssel szavaznak. Megalapítom, hogy az Országgyűlés az indítványt elfogadta, és így megnyitom a részletes vitát az ajánlásnak az elsőtől a tizedikig terjedő pontjaira. Megkérdem, kíván-e valaki felszólalni? Megadom a szót elsőként Volner Jánosnak, a Jobbik képviselőjének. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, én elsőként a 8-as ajánlási ponthoz, melyet Serin Gábor LMP-s képviselő terjesztett be, ehhez szeretnék hozzászólni. Emlékeztetném képviselő társaimat, hogy amikor a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű társaságokról szóló törvényjavaslat benyújtására került a sor, akkor egy jelentős vita bontakozott ki itt a házban. A vita fő választó vonala alapvetően az MSZP és a Fidesz és a Jobbik között volt. Az MSZP ugye igyekezett mentesíteni azokat a felszámoló mafiához tartozó csoportokat a törvényjavaslat által vélelmezhetően bekövetkezendő következményektől, amelyek fenyegetik a felszámoló mafia gazdasági érdekeltségeit. Alapvetően folyamatosan az MSZP-s képviselők ezzel kapcsolatban fogalmaztak meg kifogásokat. Amikor az LMP-s képviselőtársam azt javasolja,
hogy 50 milliárd forintos mérlegfőösszeghez kössék azoknak a nemzetgazdasági szempontból fontos vállalkozásoknak vagy gazdálkodó szervezeteknek a körét, amelyeknek állami felszámoló biztos állhat a felszámolási eljárásának az élére, akkor én azt gondolom, hogy a képviselő úr nem gondolja át eléggé a törvényjavaslat következményeit, ugyanis jóval kisebb mérlegfőösszeg mellett is kifejezetten fontos közérdekű feladatokat elláthat egy-egy gazdálkodó szervezet, és azt gondolom, hogy ilyen esetekben éppen a közérdek miatt fontos lenne az állami felszámoló biztosítása a felszámolási eljárás során. Továbbá fontos szempont az is, hogy a magyar államnak a vállalkozásokra, illetve a magánalapon működő felszámoló biztosok ténykedésével szemben, működő felszámolási gyakorlattal szemben nem csak a profit érdekekhez kötődő szempontjai lehetnek, hanem magasabb rendű szempontok is megjelenhetnek, amelyet a felszámolási eljárás során biztosítani kell. Ilyenek például azok, hogy biztosítsák esetleg a felszámolni kívánt vállalkozás vagy gazdálkodó szervezet továbbélését, azoknak a vagyonelemeknek az egyéb módon történő hasznosítását, amelyek ilyen módon gyakorlatilag kalapács alá kerülhetnének akár. Örömmel üdvözöltük azonban Bödes Barna képviselőtársam 9. ajánlási pontban tett javaslatának pozitív elbírálását, amely az alapvető élelmiszerekkel foglalkozó gazdálkodó szervezetek körét is beemelné a törvényjavaslat által deklarált gazdálkodó szervezetek közé. Én azt gondolom, hogy minden országnak az az egyik fontos nemzetstratégiai érdeke, hogy az alapvető élelmiszerekhez való hozzáférést biztosítsa, ennek a hosszú távú védelmét megoldja. Én tehát azt gondolom, hogy ha egy ilyen szervezet bajba kerül, felszámolás elé néz, akkor mindenképpen indokolt az, hogy a kormányzat kellő erővel, kellő hatékonysággal be tudjon avatkozni a felszámolási eljárásba. Köszönöm szépen. Megadom a szót Göndör Istvánnak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én először, és nincs rá felkérésem, de én azt kérném az előterjesztőktől, hogy fontolják meg a Latorcai és Rubovszky képviselő úr által benyújtott három témára vonatkozó javaslatot. Az első, ami a nyilvántartásba vételi díjjal kapcsolatos elszámolásokat érinti, és azt, hogy erről, tehát mire használható, és a végén erről hogy kell elszámolni. Azt gondolom, hogy mivel ez a törvényjavaslat valójában arról szól, hogy garanciát ad, vagy kíván adni további garanciát a hitelezők számára, akkor fontos lehet, és biztos, hogy a bizottságnak jogában áll kimondani, hogy ez az indítvány így összefügg a jogalkotói szándékkal, még akkor is, ha ez a paragrafus éppenséggel nincs nyitva. A másik ilyen, a kettes és a hármas, szintén ugyanez, amikor az egyességre, az egyesség kötésre vonatkoznak a szabályok, az, hogy ebből a kettes, hármasból melyiket, vagy a négyes és ötösből, mert ott a kettő között egészen minimális különbség van, azt gondolom, hogy tehát az egyesség kötésre vonatkozóan érdemes lenne ezt megfontolni, és mint garanciális elemet ezt is bevenni a rendszerbe. Ez különösen azért érdekes, mert itt most, amit a törvényjavaslat, a TPER 3504-es tartalmaz, az valójában tesz egy olyan kitételt, hogy azok a hitelezők, akik, és ezt az általános vitában elmondtam, nem akarom megismételni, hogy azt kell bizonyítaniuk, hogy már tettek lépést a követelmények összegére vonatkozóan jogszerű nyilatkozatot, vagy bizonyították azt. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy az a garanciális elem, hogy az, aki vitatott követelés állománnyal rendelkezik, az nem járhat rosszabbul semmiképpen
az eljárás végére. Ez egy pozitív elem, tehát csak megismétlem, hogy ez egy garanciális elem. Azt már csak pozitív, hogy én örülök, hogy Gyimesi képviselő úrnak eszébe jutott az a javaslat, ami a levéltárakat, és ezt én üdvözlöm, hogy a kormány és az előterjesztők is ezt támogatták. A 8-én sokáig azért vártam, mert gondoltam, hogy Schering Gábor előttem fog szólni, mert ővé az indítvány, őt illeti, de szeretném támogatni a frakciónk nevébe, mert ennél a törvényjavaslatnál is fontos, hogy a fogalmat pontosan körülírjuk, amit tesz a képviselő úr a hármas bekezdésben, a 65-66. Paragrafus változására vonatkozóan. Tehát nem egy pongyola, nem egy szubjektív módon meghatározható kör az, ahol az állam az A bekezdésben hosszan felsorolt közegészségügyi közműszolgáltatás, hadd ne folytassam a felsorolást, sőt, ezt még valaki módosítja, bővíti, amit szintén támogatnak az előterjesztők. Tehát ez így önmagában elég szubjektív. De ha azt az összeghatárt figyelembe vesszük még, amit Schering Gábor képviselő úr tett, az szerintem segíti az eligazodást, és ha a kormánynak tényleg tiszta szándéka van, és csak az van az előterjesztés mögött, hogy gyorsabban jussanak a pénzükhöz az elszámolás vagy csődeljárás végén a hitelezők, akkor nem biztos, hogy minden egyes szinten és mindenféle összeghatár nélkül kell, hogy beleavatkozhasson egy csődeljárásba vagy felszámolásba. És ami különösen fontos, a 4-es, 5-ös, 6-os bekezdés, és tényleg egyszerűen nem is értem, hogy ezt miért nem támogatják, a bizottságok sem, a jogorvoslat kérdése, ami szinte mindenütt és minden törvényjavaslatnál mindig felvetődik, hogy van-e az illetőnek jogorvoslati lehetősége, és itt a képviselő úr az én olvasatom szerint nem csak megteremti a lehetőséget, hanem technológiai leírást is ad arra, hogy ezzel, ez nem egy olyan új kiskapu, amivel az idők végezetéig lehet majd húzni egy csődeljárási és felszámolási folyamatot. Tehát én azt szeretném kérni az előterjesztőktől, hogy gondolják meg az ajánlásban nem házszabályszerűnek nyilvánított 1-től 5 pontig terjedő módosító indítványokat, és ezekből támogassanak egyet-egyet, szabad belátás szerint, és én nagyon kérem a 8. pontnak a megfontolását. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. A következő felszólaló Schering Gábor, az LMP képviselője. Önné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 8. ponthoz szeretnék hozzászólni, és egyben reagálni az előttem szólókra is. A 8. ajánlási pontban 3 érdemi részben javaslom módosítani a törvényt. Ebből az egyik valóban az, hogy 50 milliárd forintos mérlegfőszegi határhoz javaslom kötni azt a szintet, ami felett lehet indítani ezt a kiemelt csődeljárást. Ez alatt nem tartom indokoltnak. Hogy miért ez az összeg? Azt gondolom, hogy valóban meg lehet találni nagyobb és kisebb cégnél is a közérdek megjelenését. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha már a jogalkotó indokoltnak lát egy külön állami intézményt létrehozni, és egy külön állami intézmény keretében meglehetősen drasztikusan beavatkozni a hagyományos csődeljáráshoz képest a piaci folyamatokba, akkor annak a cégnek a méretében is indokolnia kell ezt a kiemelt eljárást. Ugyanezt a hatalom korlátozó logikát jeleníti meg a módosító javaslatom másik pontja, mely valóban pontosítaná azt a definíciót, mely alapján kiemelt csődeljárás indítható. Ez pedig úgy hangzik, hogy azokban az esetekben lehetne kiemelt csődeljárást indítani, amennyiben a csődeljárás vagy felszámolási eljárás általános szabályainak alkalmazása az eljárás elhúzódása miatt jelentős nemzetgazdasági károk közvetlen veszélyével járna.
Azt gondolom, hogy érdemes mindenképpen ezt a korlátozó tényezőt betenni, jelentős nemzetgazdasági stratégiai károkra vonatkozó kiemelt korlátozást, ugyanis, hogyha nem tesszük be ezt a pontosító fogalmi lehatárolást, akkor könnyen megeshet az, hogy túlzottan, vehemensen kívánna élni a központi kormányzat és az állam a rábízott lehetőségekkel, és adott esetben olyan cégek ellen is kiemelt csődeljárást indítana, melyeknek a mérete vagy mely tevékenységi típusa nem indokolja ezt a kiemelt beavatkozást. És hogy miért gondolom azt, hogy mind méretében, mind pedig definíciójában, vagyis hát a tevékenység jellegében érdemes korlátozni a központi beavatkozásnak a lehetőségét, erre talán a jobbikos képviselőtársam számára leginkább érthető példa az a tetrekész rendőrök szakszervezetének az esete. Ismert nyilvánvalóan az eset, számunkra is szimpatikus módon ez a szakszervezet a munkavállalói jogok, a szerzett nyugdíj jogosultságok elvétele miatti felhasználása,